Tudom, mire gondolsz, hogy 6 lövést lőttem neki, vagy csak 5-öt. Csak nem láttál errefelé a városban egy olyan különös fickót? Prédikátor féle. Aha. Ami lesz, mindapokorra jutok, ha csak nem mentek a templomba imádkozni. Azt ajánlom, igyekezzetek, mert nem biztos, hogy bocsánatot nyertek. Persze, hát ő az. A madara nem sokat változott. És a bűnösök, egy-kettő, a templomba mind. Szodoma és Gomora, micsoda fertő, tartsatok bűnbánatot, és a paradicsom kapuja megnyílik előttetek a templomba. Magdaléna, mi a nyavaját csinálsz itt? Nem tudsz a lábodra állni. Szedd össze magad, ma nincs több fia, gyerünk! Rajta, irány a templom, bűnösök! Imádkozzatok, énekeljetek zsoltárokat, és akkor talán lehet alkudni valamit az utolsó ítéletkor. Alkoholista disznók, ne tántorogjatok itt! Szedjétek össze magatokat az úr előtt! Átkozott hamis kártyások, imádkozzatok, mert rajtatok már az ítélet. És ne merészeljetek többé elkoborolni a családi tűzhely mellől, mert az úr nem kegyelmez majd nektek. A más világon égő kártyák várnak rátok, és ászpókerig kell játszanotok. De annyit mondhatok, hogy a pakliban nem lesz az, mert az úr tartja a kezében őket. És ti könycökik a szemembe, ha rá gondolok, mi vár rátok. Izzó vasfütyik meredeznek a túlvilágon. És arra lesztek majd kárhoztatva parázna teremtések, hogy vámpírokkal és démonokkal szeretkezzetek. Magdaléna, te reszkedsz? Ha félsz, talán van még egy kis esélyed a megmenekülésre. Egyszerűen arról van szó, hogy majd megfagyok. Fogd rövidre a mondókádat. Egyébként is már várnak a kuncsaftjaim. És annyit mondhatok, legalább olyan bűnösök, mint én. Úgy bizony, úgy ám. És ti? Ti átkozott alkoholisták! Arra lesztek ítélve, hogy egy végtelen sivatagban bolyogjatok, hullarészegen, ahol szerzáporozik rátok. Esernyő pedig nem lesz barátaim. Engem ez egy csöppet sem zavar. Csak azt szeretném tudni, hogy azért néha-néha ihatunk-e egy korcsocskát. Hébe-hóba, azt talán igen. Azt tudom, hogy az úr sokszor bizony keményen bánik velünk, de azért csak nem lehet olyan kegyetlen, hogy megtagadjon a szenvedőktől egy pohár Kentucky whiskyt. Na, ehhez mit szóltok, fiúk? Oké, akkor tőlünk jöhet akár a szarzápor is. Most... Say, these things of a strange fell around town, he's kind of a freak. Y'all go straight to hell, let's get over that church! Get there fast, or they forget what he don't like us! That's him, all right. Gone, you hot! To the house of the Lord! He always had a way with women. Out! Sinners, everybody out! Over to the church! Over to the church! Brimstone, fire, and locusts, let Sodom and Gomorrah repent, and the gates of paradise shall be open to you! Magdalena, what in the hell are you doing there? Ain't she ever gonna get on your feet? Let her alone! No more, Jim. Get over to the church. Come on. Yeah, hurry up. Take that piano down there. Sing the glories of the Lord, and I'll guarantee a real good future come Judgment Day. You alcoholics up there, stop wavering. Nem látott mostanában egy fura figurát a városban? A fickó, a féle prédikátor. Ó, hely. Mindapokorra kerültök, ha elindultok a templomba. Méghozzá most rögtön. Ő lesz az. Mindig értett a nők nyelvén. Mit akar el? Teljesen nem ment a veszély. Kénkő, tűz és sáskák, Szodoma és Gomora, bánd meg bűneidet, és akkor a paradicsom bűnek nyílnak előttem. Irány a templom! Magdaléna, mi a felét csinálsz te itt? Nem bírsz talpra állni? Hagyjátok! Elég a gymből, irány a templom! Gyerünk! Nyomás, fogjátok azt a zongorát! Daloljatok az úr dicsőségére, és garantálom, hogy szép jövőtök lesz az ítélet napján. Ti alkoholisták, ne dülöngéljetek! Egyenesen járjatok az úr útján, és fi átkozott elvetemült szerencsejátékosok! Ne fosztogassátok tovább azokat, akiknek családjuk van!
Különben az lesz a büntetésetek, hogy tűzforró vaskártyalapokkal játszotok majd, és a mindenható úr kezében lesz az összes ász. És nekem elhihetitek, azok a lapok lángolnak tűzforrók? Igen. És ti? Sírok, ha rágondolok, hogy rátok mi vár. Vámpírokkal és démonokkal fogtok majd párzani. Magának az ördögnek a lángoló, fehéren izzó húsa járja majd át bűnös testeteket. Angalina, te vacogsz? Abban reménykedsz, hogy megment az úr, mert félsz? Ha? Csak majd megfagyok úgy, hogy fejezd már be a prédikációt. Várnak rám az ügyfelek, és nekem elhiheted. Igen. Őket is átjárja az ördög. Igen, ez igaz. Á, ti elátkozott alkoholisták! A ti büntetésetek az lesz, hogy az örökkévalóság sivatagában tévelyektek majd, tűzforró hamuesőben! És esernyő nélkül, testvérek? Az engem nem zavar, de azért néha megihatunk valahol egy kortyot, hébe-hóba. Egy kortyot? Hát azt hiszem, igen. Tudom, hogy az úr olykor nagyon szigorú az emberekkel, de nem hiszem, hogy egy szegény bűnös lélektől megtagadna néhány korty jó kis Kentucky whiskyt. Na, ehhez mit szóltam? Rendben van. Akkor hadd jöjjön az a hamueső.